שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 17. Rabba sírásaiból olvasunk. Az első kötetből a barátok szeretete. Mondják a héber oldalszámot is. Kérdéseket föltön a Kabala TV-n keresztül. Kiválasztott kérdések, kérdések, kérdések sugározva. Tehát barátok szeretete. Még egyszer. Rabba szociális írásaiból. Mikorot Silánó. Mi a forrásainkból tanulunk, mondja Rav, és azt is tanuljuk, hogy a teremtés célja az, hogy ő bőséget adjon a teremtésnek, és mivel ez csak akkor fog menni, hogyha kormányzésre kerül a teremtmény a teremtővel, annak érdekében, hogy az összetapadás megtörténjen, két dologra van szükség. Egyrészt, mert mivel a teremtmény ellentétes természetet tekintve a teremtővel, neki teljes egészében helyre kéne állítania a teremtő minőségét önmagában. Azaz, van a létezés a semmiből, tehát az, hogy abban az állapotban tudjuk vinni a teremtményt, hogy az összetapadás lehetséges legyen, ki kell építenünk egy minőséget, amely teljes egészen a teremtmény megváltozásán alapul, a Malchut de Ein Szof elérésén, és akkor azáltal, hogy megtörtént a teremtménynek a törése, és ő ellentétes állapotba került a teremtőtől, ilyen módon meg kellett neki szereznie az önmagára irányuló megszerzésen túl azt, ami a törött edényeknek a minősége, és a távolság a teremtőtől. És ebben a törött és távoli állapotban, ahol messze van a teremtőtől a teremtmény, el kell kezdenie előre haladni összetapadással és korrekcióval a teremtővel való hasonlóság útján. Hogy, és ezt a teremtett lénynek minden egyes lépését az úton maga erejéből kell megtennie. Tehát a Kabbala bölcsességének a teljessége, a teljes folyamata az azt tanuljuk, hogy az Ein Szofból kell felépítenünk, hiszen az Ein Szofból ereszkedett le a teremtmény, ezt tanultuk a tíz szféra tanulmányában. Ez az első nyolc része a tíz szféra tanulmányának, és a másik rész, másik nyolc részben pedig azt tanuljuk, hogy hogyan lépett formaegyezésre fokozatosan a teremtmény és a teremtő a spirituális szinteken, és miután felülről lefele ereszkedtünk le, ezért a teremtménynek öntudatra kell ébrednie, saját sóvárgását kell kiépítenie, és egész addig, hogy nem történik meg, felkészülési időről beszélünk. Tehát amiben a teremtménynek nincs igazán tudomása, hogy mi történik, hol van a leleszke. Tehát szinte teljes egészében be van zárva abba az állapot, amit ennek a világnak nevezünk. És azt sem érti, és annak érdekében, hogy a tudattalan állapotból, vagy a felkészülési állapotból elérjen oda, hogy ráébred, hogy miről szól a történet. Tehát egy spirituális szintekre való felfelé haladásról beszélnek, annak érdekében, hogy a teremtett lény ráébredjen arra, hogy lássa és értse, hogy hogyan kell önmagát menedzselni, hogy tud túllépni a zuhanáson, a lefelé való ereszkedésen, és hogyan tudja elérni ebből visszaemelkedve a formaegyezést a teremtővel. Egyszerűen kiderül,
יוצא ש... אנחנו צריכים לעשות פעולות שלא מבינים בהם מה... הát kiderül, hogy ezért olyan cselekedetekre van szükségünk, amelynek nem is értjük, hogy mi a lényeges, mi az elő, miért előnyös. Ezek a cselekedetek először nem látszanak segítségnek. Az manim, hogy אנחנו עוברים בפעולות האלו, מה שמייצרים לנו מקובלים. És az, amikor keresztül az ember ezeken a cselekedeteken, amit gyakorlatilag a kabalisták tanácsára történik, és az nagyon sok emelkedésen, zuhanáson keresztül történik. Most a csalódottságon, a zavarokon keresztül. Olyan műveleteken, vagy cselekedeteken keresztül menni, amelynek nincs jelentése, nincs, de teljesen ellentétes, ami természetünkkel, és itt minden az embertől függ. És a teremtő szeretete nyilván egy impulzust ad. Tehát az első impulzus, a figyelés, ugye ez az első fázis, aztán a hallás, amikor az embernek magának kell folytatni mindezt, ez az első benyomás után, és akkor a környezetétől kap az ember elég erőt, hogy el tudjon haladni, és a környezetnek a befolyása az egy hatalmas erő az embernek, hogy előre tudjon haladni. És ezért a kapcsolat azokkal, akik hasonlóak az emberhez, tehát akik ugyanazt a célt tartják fontosnak, ez a leglényegesebb dolgok egyike, hogy képes legyünk azt az erőt, azt az erőt megformálni, elérni, és amit feltárulásra nevezünk, és amilyen mértékben mi nem akarunk figyelni, mi nem igazán értjük, hogy mi ez a belső gyógyszer, ami felé törekszünk, hogy ezt Rabbi szokta mondani. Tehát, hogy mi a testünket ajánljuk föl, tehát a testünkkel azonosulunk ahelyett, hogy elnyelnénk ezt a fajta munkát, és aztán sok év telik el azzal, hogy az ember e felé indul el, mert nem akarja elfogadni egy nagyon komoly módon azt, hogy mi történik itt, hogy mi a legnagyobb, mi a fontossága az előadásnak, és mi a lényeg az előadásnak. Ezért nagyon sok időt veszítünk, és erőt. Egészen addig, amíg sok-sok év után nagy nehezen elkezd ez működni. És ezért a barátok szeretete az a leglényegesebb dolog az előadás miatt. Tehát barátok szeretete, Mose olvas, szeres felállalatodat, ahogy önmagadat. Rabbi Akiva azt mondja, ez egy hatalmas szabály, klál a Tórában. Ez azt jelenti, hogy valaki megtartja ezt a szabályt. Az összes részletek bele vannak abban foglaltatva, akkor az bizonyosnak vehető, hogy ő elérkezik a részletekhez minden erőfeszítés nélkül, hogy azokért dolgoznia kellene. Azonban mi látjuk, hogy a Tóra azt mondja nekünk, mit vár az Úr tőled? Hogy félj engem. Azaz az elsődleges követelmény az ember számára, az Isten félelem. Hogyha az ember megtartja a félelem parancsolatát, akkor a Tóra, tehát hogyha az ember megtartja a félelem parancsolatát, akkor a teljes Tóra és az összes parancsolatok bele vannak foglaltatva abba, és még a parancsolat is, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad. Mégis Rabbi Akiva szavainak megfelelően, az épp ellentétes, azaz a félelem is benne van foglaltatva abban a szabályban, hogy szeress fel a barátod. Sőt,
Mi több bölcseinek megfelelően a jelentés nem úgy van, ahogy Rabbi Akiva mondja. Ők a versre utalnak. A dolog lényege egy, hogy azt miután mindenki meghallotta, féld az Isten, és tartsd meg az ő parancsolatait, mivel ez a teljes ember. Gemara felteszi a kérdést, mit jelent az, hogy mivel ez a teljes ember? Rabbi Elazar erre azt mondja, az Úr azt mondta, hogy az egész világ csak ezért lett megteremtve. Azonban Rabbi Akiva szavait úgy tűnik, hogy minden abban a szabályban van belefoglaltatva, hogy szeresd fele barátod. Mindenek ellenére a bölcseink szavaiban azt találjuk, hogy ők azt mondják, a hit a legfontosabb. Ők azt mondják, hogy Habakuk eljött és kijelentette, hogy csak egy dolog létezik, az igaznak a hite által kell élnie. A mársa ezt úgy értelmezi, a dolog, amely a legmeggyőzőbb bármely ember számára Izraelből, bármely időben, az a hit. Más szóval, a szabálynak az az eszenciája, az a hit. Ebből az következik, hogy mind a félelem, mind az, hogy szeress fel a barátod, bele van foglaltatva a hit szabályaiba. Hogyha meg akarjuk érteni a fentieket, akkor meg kell vizsgálnunk a következőket, mi a hit és mi a félelem. Mi az, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad? A legfontosabb dolog, hogy mindig emlékezzünk a teremtés szabályára, amely úgy ismert, hogy ő jót akar cselekedni érte a teremtményeivel. Ezáltal, hogyha a teremtő teremtményei számára boldogságot és élvezetet akar adni, akkor miért létezik a fent említett három dolog, a hit, a félelem, és az, hogy képes legyen kvalifikálni az edényeit, azaz, hogy megkapja a teremtett lény a teljes bőséget. Mi ez a három fent említett három dolog, amire nekünk alkalmasnak kell lennünk? A hit az magában foglalja azt az elsődleges hitet, amit a célban kell vetnünk, amely az, hogy ő jót akar cselekedni a teremtményeivel, és abban is hinnünk kell, hogy mi is el tudjuk érni ezt a célt. A teremtés célja tehát, az nem szükségszerűen egy kiválasztott csoport számára érhető csak el. Ehelyett a teremtés célja az összes teremtményre kell, hogy vonatkozzon, kivétel nélkül. Nem szükségszerűen csak az erősekre, az ügyesekre vagy bátorokra, hanem azok, akik képesek felülemelkedni önmagukon. Azaz az összes teremtményre tartozik. Vizsgáljuk meg a bevezetőt a 10 fira tanulmánya 21-es pontjában, ahol a Midrash Rabából idéz, ez az áldás részből. A Teremtő azt mondta Izraelnek, figyeld meg a teljes bölcsesség, és a teljes Tóra könnyű. Bárki, aki fél engem, és megcselekszi a Tóra szavait, az egész bölcsesség és a teljes Tóra az ő szívében van írva. Ezáltal nekünk arra is fel kell használnunk a hitet, hogy önbizalmunk legyen abban, hogy képesek vagyunk elérni a célt. És nem szabad kétségbe esnünk félúton és elmenekülnünk ettől. Ehelyett nekünk hinnünk kell abban, hogy a Teremtő képes segíteni még az olyan alacsony és jelentéktelen embert is, mint én. Ez azt jelenti, hogy a Teremtő engem közel visz magához, és én képes leszek elérni a vele való összetapadást. Mégis a hit megszerzéséhez a félelemnek kell először jönnie, ahogy azt a Zohár bevezetőjében elmagyarázza. A félelem az a parancsolat, mely magában tartalmazza a Tóra összes parancsolatait, mivel ez a Teremtőben való hithez vezető kapu. Amekkora mértékben az ember félelme felébred a felső gondviselés irányítása iránt, akkor a mértékben hisz az ember a Teremtő segítségében. És így fejezi be.
A félelem azt jelenti, hogy az ember nehogy lecsökkentse a teremtőnek már adandó megelégedettségérzést. Azaz a félelem, amelyel az embernek rendelkeznie kell a teremtővel kapcsolatban, azt jelenti, hogy esetleg az ember nem lesz képes elégedettséget adni a teremtőnek, nem pedig azt, hogy a félelem az ember saját hasznával kapcsolatos. Ebből az következik, hogy a hithez vezető kapu az a félelem, és lehetetlen a hitet elérni bármely más módon. Annak a félelemnek a megszerzése érdekében, hogy az ember esetleg nem képes elégedettséget adni a mesterének, a személynek először is vágynia és epekednie kell az adakozásra. Később már mondhatja azt is, hogy van helye a félelem számára, és hogy ő esetleg nem képes fenntartani ezt a félelmet. Azonban az ember általában attól fél, hogy esetleg önszeretete nem lesz teljes, és az ember nem aggódik azért, hogy esetleg nem lesz képes adományozni a teremtő számára. Milyen anyag által került az ember egy olyan helyzetbe, hogy megszerezzen egy új tulajdonságot, hogy adakoznia kell, és az ő maga számára való megszerzés pedig hibás, hiszen ez ellenkezik a saját természetével. És bár időnként kap az ember egy gondolatot és vágyat arra, hogy elhagyja az önszeretetét, amely gondolat számunkra azáltal érkezik, hogy meghallja a barátunktól és a könyvekből, hogy egy nagyon kicsi erőről van szó, amely nem mindig ragyog a számunkra, hogy mi azt képesek legyünk állandóan értékelni, és hogy mi azt mondjuk, hogy ez a szabály az összes parancsolatok számára a Tórában. לכל המצוות שבתורה. היא לזאת, יש עצה אחת. Ezáltal csak egy tanács létezik. Számtalan egyének kell összegyűlni azzal a vágyjal, hogy elhagyják az önszeretetüket, de annélkül, hogy az adakozás függetlenné válása iránti elégséges erővel és nagyra becsüléssel rendelkeznének, külső segítség nélkül. Most, hogyha ezek az egyének lenullázzák magukat egymás előtt, mivel mindegyikőjüknek legalább egy potenciális szeretete kialakult a teremtő irányában. Bár ők azt nem képesek aktuálisan megtartani, akkor azáltal, hogy csatlakoznak a közösséghez, és lenullázzák magukat a közösség előtt, egy testé válnak. Például, ha 10 ember található ebben a testben, akkor annak 10-szer nagyobb ereje van, mint egyetlen embernek. Azonban létezik egy feltétel. Amikor ők összegyűlnek, mindegyiknek arra kell gondolni, hogy ő most azzal a céllal jött, hogy lenullázza önszeretetét. Ez azt jelenti, hogy ő veszi azt most, hogy ő azt veszi most figyelembe, most hogyan elégítse ki a megszerzés iránti vágyát, és ez csak akkora mértében lehetséges, hogy ő csak is a mások szeretetére tudjon gondolni. Ez egyetlen módja annak, hogy megszerezze a vágyat és a szükségesség érzését egy új tulajdonság megszerzésére, mert úgy hívunk, hogy az adakozás iránti vágy. És a barátok iránti szeretetből kell elérni az embernek a teremtőre irányuló szeretetet, azaz, hogy elégedettséget akarjon adni a teremtőnek. Ebből az következik, hogy csak is ebben képes az ember elérni a szükséget és a megértését annak, hogy az adakozás az fontos és szükségszerű, és hogy mindezek számára a barátok szeretetén keresztül érhet el. És akkor már beszéltünk a félelemről, azaz, hogy az ember attól fél, hogy nem lesz képes megelégedettséget adakozni a teremtő számára, és ezt hívjuk úgy, hogy félelem. Ezáltal az elsődleges alap, amelyre a szentség építése felállítható, az a szerest fel a barátod szabálya. Ezáltal az ember képes megszerezni a teremtő számára való adakozás szükségességének érzését. Ezek után már létezhet a félelem, az a félelem attól, hogy esetleg nem lesz képes elégedettséget adományozni a teremtője számára. És amikor már gyakorlatban áthalad a félelem kapuján, akkor a személy már képes elérkezni a hithez, mivel a hit az edény, az istenség elhelyezkedése számára, ahogy a számtalan helyen el lett már magyarázva.
Így azt találjuk, hogy három szabály van előttünk. Az első, Rabbi Akiva szabálya, azaz szeresd fele barátod, mint önmagad. Ezt megelőzően semmi nem létezik, ami az embernek hajtóerőt nyújtatna képessé téve, hogy a helyzetén egy kismértékben is változtasson. Mivel az egyetlen módja az önszeretetből és az ember szeretete iránti kilépésnek, és az ember érezze azt, hogy az önszeretet egy rossz dolog. Most elérkezünk a második szabályhoz, amely félelem. Félelem nélkül nincs hely a hit számára, hogy ezt Baal HaSulam mondja. Végül elérünk a harmadik szabályhoz, amely hit. Miután mind a három fennemlített szabály el lett érve, az ember ér oda, hogy érzékelje a teremtés célját, amely nem más, hogy a teremtő jót cselekedjen teremtés a teremtményei számára. Első kérdés, mondja Rav. זאת אומרת, לקבל כל ההטבה מהבורא שרצה למלות אותנו. תעת מיר, כי... למה אנחנו יכולים להשיג את זה רק אחרי... תעת חוץ, מיר, זה נעשו את זה שיש בושג. שבירה ותיקון. מיר, צ'קו תוריש, יש קורקציו, פויה מתיין הכלי שאותן, תודיו כאלה נתרם תשציה. היינו לקבל כל טוב. תעת מיר, צ'וק. A törés és a korrekció folyamatának korrekció mindenki fél mondjon egy mondatot, azt rakjátok össze, és találjátok meg a megoldást. Első srác, nekünk egy ellentétes állapotból indulunk. Azáltal. Tehát mi tanuljuk azt, hogy nem szabad értelemmel előadnunk, nekünk a szívünkkel kell előadni. Annak érdeke, hogy megkapjuk a szabad akaratot. Amely csak utána érhetjük el a teremtés gondolatát, amely bele van fogadva a teremtés tervébe. Tehát nekünk kell egy kli, egy edény, amit kiépítünk, amiben be tudjuk fogni az ő végtelen jóságát. A kontraszt. Tehát, hogy a fekete-fehér állapotot kell elérnünk egymás között. Csak egy tudatos cselekedettel. Tehát nekünk egy új edényt kell felépíteni ezen a módon. Tehát van egy vágy, amelyik el van válaszva a teremtőtől, és ezt a vágyat kell megváltanunk. Tehát nekünk egy képet kell létrehozni egymás között. Tehát miért van az a magzat az anyamében, hogy érezze a biztonságot, de miközben ott marad, neki keresztül kell menni az anyától a leválasztottságon is. Tehát ilyen módon az életén keresztül tudja a tudatosságot elérni, a növekedést, és így éri el a nagyságérzését is, és az apa és az anya együtt tudja megteremteni azt, hogy a legfontosabb érték az a teremtő feltárulása legyen az ember számára. Tehát ugye az egyetlen út, hogy ezt elérhetjük, az a barátok szerette. Miért? Tehát a teremtő helyezte benne a gonosz belénk. Ez a jecerá, ez a ego szelánó, ele létalot mi alav.
Tehát miért van az, hogy a korrekció az nem a gonosznak a korrekciója, hanem a felemelkedésével kezdődik? Tehát miért van az, hogy a gonosz korrekciója שאני יודע בדיוק על מה אני צריך להתעלות, ואז אני בעצם עוד מדרגה לקראת המטרה. Tehát nekünk fölé kell emelkednünk, és új szintet kell érnünk, amely a célhoz vezet bennünket. Tehát ez a gonosz az kell ahhoz, hogy az hitelt át tudjunk ugalni felette. Tehát nekünk ez adja meg az irányultságot. Tehát nekünk fölé kell emelkednünk a kapcsolatunkon keresztül. Tehát a gonosz hajlam nekünk a kapcsolatot jelenti a barátokkal ez. Ez logikus, mondja a srác, hogy ha nem lenne a gonosz hajlam, akkor nem lenne hova emelkedni. Tehát nekünk el kell élni valami újat, ami a gonosz nélkül lehetetlen lenne. Az adakozásnak a elérzése csak a gonosz fölé emelkedésével lehetséges, pontosan azért, mert a gonoszon keresztül vezet az út annak a korrekciójához. Ez pontosan azért van így, mert nem egyszerű megtenni a fölé emelkedést, és annak érdekében, hogy végre tudjuk hajtani ezt a gonosz hajlam fölé emelkedést, amely a természetünk alapvetően, szükségünk van a segítségre kívülről. Nem nagyon tudom, mit hozzáadni, mondja a srác. Ez az életünknek a lényege szerintem, hogy ezt a dolgot meg tudjuk ragadni, mert az összes lehetőség az pontosan annak szól, hogy megpróbáljunk a helyes szintre felemelkedni, és nem elmenekülni tőle. Amit? Tehát ez nagyon hasonló ahhoz a helyzet, az amiben vagyunk, hogy van egy, amikor a kutyát sétáltatja a gazdája egy pórázom. Tehát a gonosz hajlam az, amely folyamatosan jelzi a jelenlétét, és a gonosz hajlammalnak nincsen lehetősége a teremtővel való formaegyezésre, és a formaegyezés eléréséhez csak miután megismertük a gonosz hajlamot, csak utána tudunk túllépni rajta. Tehát így építjük ki az edényt. A teremtő azzal segít nekünk, hogy azt mondja nekünk, hogy nekünk túl kell ezen lépni. Tehát itt kell túllépned önmagadon. Itt, amikor elkezdjük ezt csinálni, akkor folyamatosan ki kell fejeznünk ezen a helyen, hogy felismertünk a gonoszt, és ez azt jelenti, hogy nem vagyunk képesek összetapadni egymással. Én nem tudunk erőfeszítést tenni, hanem nekünk az anyagunkat szeretőnek kell felajánlani, hogy az imán keresztül megkapjuk azt, hogy ezzel az anyaggal dolgozni tudjunk. Janív, tehát amit most elmondott, a gonosz hajlam minden egyes alkalommal azt tanítja az embernek, hogy hol van az a helyes pont, amivel dolgozni kell, amik fölé kell emelkednünk, és amin keresztül nagyon nehéz eljutnunk az a ponthoz, ami minden egyes alkalommal segít nekünk még egy lépést tenni az adakozás irányába, vagy az adakozás irányába való kérésünk irányába, és ez a fénynek mindig is az előnye a sötétség felett. Tehát mi azt tanuljuk ebből a cikkből, hogy Rav, hogyan tudjuk ábrázolni a végső állapotot? Ahol összetapadunk vele, kapcsolatban vagyunk vele, szeretettel.
De mi történik a végső állapotban a gonosszal? Tehát ő eltűnik ez. Tehát mi történik? Eltűnik? Vagy támogatja ezt a folyamatot? Tehát, ha mi a jövőbeli állapotunkról beszélünk, ahol láthatjuk ugye, hogy... Ha teljesen korrigáltak, akkor azt kell mondjam, nem tudom. A szándék fog megváltozni, egyébként az maradok, aki vagyok. Tehát nekem van egy külső edényem, van a test, az az én karakterem. És itt van egy legbelső pont, amivel szándékot kell építenünk. Tehát nyilvánvalóan a jövőbeli állapot az az, hogy én előnyt akarok adni a teremtőnek, előnyt akarok okozni. Mi egy korrigált állapotban vagyunk, ahol teljes egészében fel kell ismernünk az egységnek azt a pontját, a csoportnak a középpontját, amely növekszik, minden zavar ellenére a gonosz hajlam mellett, amely feltárul. És nekünk ebből örömet kell kapnunk, ez egy hatalmas öröm ez a történet, és minden, amit leír a nincs más rajta kívül mondata, ez nagyon is észszerű módon működik. Nekem ez egy egyszerű állapotnak tűnik. Tehát, hogyha teremtőt tudunk tapadni végtelen erővel, akkor minden végtelen. Tehát akkor minden eltérés, minden, az korrigálva van. És ez egy olyan fajta állapot, amely önmagát el is magyarázza. Tehát, ha mi megelégedettek vagyunk azzal, ami föltárul, és pontosan azáltal, hogy úgy, mint a Sinéi hegyen, a feltáró gyűlölet mellett valóban képesek vagyunk a tórát ugyanúgy megkapni, mint Rabbi Simon barátai, tehát ők megtárták a gyűlöletet egymás között, és elérték a szeretetnek a felső erejét, amely mindent elfed. Tehát nekünk itt már van a gonosz, mi az eredeti természetünk és az Isten közötti különbség, de túl tudunk lépni ezen. Mi teljesen ellentétesek vagyunk most a teremtővel, az adakozás minőségével. Tehát abban a pillanatban, amikor mi elérjük a korrekciót, mondja Janiv, és elérjük a rendszernek a működését, a teremtés gondolatát, amely a korrekciót tartalmazza, nekünk el kell érnünk az összes ellentétes állapotot is az adakozásból, ahogy az mondva van. Tehát nyilván a bűnt érdemmé kell fordítani, és látnunk kell, hogy azon túlmenően, amit fejlődünk, amit elértünk, mindennek fölé kell emelkednünk, és a végén úgy tűnik a számunkra, hogy a gonosz hajlam az, mintha ellene törölve, mivel nincs ott többé, de valójában a gonosz hajlam az megvan, minden állapotunk megvan, csak korrigáltan érjük el. Ami úgy tűnik nekem, hogy igazán reményt ad, az, hogy el tudunk érni egy helyet, ahol úgy tűnik a számunkra, hogy egyfajta alapakció történik, és abban az alapakcióban kell tovább mennem. Én nem tudom, hogy a végső akciónak a cselekedete, amely benne vagyok, ez a dvekut, az összeadás a teremtővel, nyilvánvalóan ez nem fölötte van valaminek, hanem meg kell értenem, hogy mit jelent az ilyenfajta cselekedet, hogyha minden egyes alkalommal fenn kell tartanom az egyensúlyt, akkor nyilván van az a gonosz, még nem is tudom, hogy micsoda, ez valami olyasmi, amivel dolgoznunk kell annak érdekében, hogy szabad akaratot tudjunk kiépíteni az összetapadásnak ebben az állapotában.
רב. מייט. Tehát mi van azt, hogy amikor megvalósítjuk a... Tehát mi van azt... Tehát miért vagyunk arra kötelezve, aha, most már értem a kérdést, tehát miért van az, hogy amikor meg akarjuk valósítani a teremtés végső tervét, akkor arra vagyunk kötelezve, hogy megtartsuk a felebaráti szeretet parancsolatát. Nincs más minőség, amire szükségünk van. Ez minden törött résznek a szeretetére vonatkozik. יכול להדביק אותנו. ואהבת לרעך, אתה מגיע לבעל, ואהבת את השם אלוקיך. Tehát azért a felebaráti szeretetnek a megtartása, ez a szeres úr az Istenet, és ezzel örömet okozó a teremtőnek. Mert ez mind az adakozásra irányul, és minden korrekció innen indul ki, tehát minden előreadásunk a helyes irányba ezen keresztül alakul ki. A szeres felebarátod, ez az alapja mindennek, a gyökere. Tehát itt van szükségünk, hogy korrigáljuk a törést. Ez köztünk létezik, és ennek a kifejeződése, ez kizárólag azáltal lehetséges, hogy erőfeszítést teszünk, és megpróbáljuk a korrekciót a saját magunk ellenében, és amúgy meg nem lehetséges, hogy elérjünk egy félelmet. Tehát így tudjuk elérni igazán a hitet, tehát ez az alapja a munkánknak, mivel a szeres felebarátod, mint önmagad, ez a természetünk ellenében van, és ez egy erőfeszítés arra, hogy folyamatosan ebbe az irányba haladjunk, ahol meg tudjuk szerezni a reformáló fényt, a képességet az előadásra, ahol mindenféle különböző szintek jelennek meg. A szeres felebarátod, mint önmagad, ez egy cselekedet, amely a gyógyszer alapvetően, ez a hely, ahol el tudjuk végezni ezt. Ez a lényege a korrekciónak. Tehát nekem ezt bele kell érteni mindenkit, aki itt van. Tehát ez az a minőség, a baráti szeretet, amikor meg kell értenünk, és el kell érnünk azt, hogy érezzük, hogy a teljes egységen kívül nincs más lehetőségünk, és ez nekünk ezt az egységet. Tehát ezért a felemelkedő ego ellenében, úgy, ahogy Rabbi Simon is tette, hogy olyan gyűlölet volt a Zohár szerzőinek egymás közötti kapcsolatában, hogy a további kapcsolat már nem is volt lehetséges. Tehát ez mindig megmarad, ez a szint köztünk. Valójában a szeres felebarátod, mint önmagad, ez ellenében van a gyűlöletnek. Ez a legtisztább tükör, ami megmutatja a korrekciónak a helyét, és az összes többi dolog az ugye feltárul, de itt van az, hogy hogyan tudjuk elkerülni a hibákat az egymással kapcsolatban. A szeretet az a végső forma, amit nekünk meg kell valósítanunk a kapcsolatunkban. A teremtő nekem csak a törés után tud feltárulnia, még pedig a ti formátokban, hogy ti vagytok a számon a teremtő, és hogyha nem is látom a teremtőt, ez csak azáltal lehetséges, tehát hogy kivel kifejeztek egy attitűdöt, egy hozzáállást, amin keresztül felfedezem a teremtőt, ami az adakozásnak az ereje.
Miért? Van az, hogy az, a gyűlölet és az önszeretet az ugyanaz a többiek viszonyatában. Tehát miért van az, hogy az önszeretet és a másokra irányuló gyűlölet ugyanaz? Az önszeretet שקוע בעצמך וחושב על עצמך, אתה בזה מנוגד ל... Tehát ugye minden egyes pillanatban csak magamra gondolok, az összes ellentétességünkkel. Tehát ez vezet engem az egész folyamatban. Tehát az a tény, hogy én teljesen ellentétes vagyok, ez a gyűlöletnek a működtetése, ami erre van a többiekkel való összekapcsolásnak, mert csak magamra tudok gondolni. Az adakozás az az, amikor folyamatosan abban az aggodalomban vagyok, hogy hogyan tudok én adakozni másoknak önmagam fölött. Tehát én állandóan ebbe kell, hogy legyek. Az az adakozásban, tehát magától értetődő, hogyha én az önszeretetben vagyok, még a teljesen passzív módon is, במזיד, במתכוון, או אפילו בפעולה, עצם זה שאתה בכלל נמצא במצב כזה שנקרא אהבה עצמית, זה כבר... Tehát, hogy szándékosan egy olyan cselekedetnek kell lenni, amit önszeretetnek nevezünk, és ez az, amit gyűlöletnek nevezünk, mert nyilván még nem vagyunk a másik felé irányuló adakozásban. Nincs itt hozzátennem, mondja a következő srác. A rendszerünk az... Mi egyek vagyunk, darabokra törtünk, és ezen keresztül el kell érnünk ahhoz a helyhez, ami az önszereteten túl van, a gyűlöleten, a másokra irányú gyűlöletem, és ez az a törött hely, ahol nekünk korrigálnunk kell, és ez nyilván a gyűlöletnek az ereje, a mások felé fordulásnak. Nekünk újra egyé kell válnunk. Így van, ha mi egyetlen rendszerben vagyunk egymással, akkor az, aki ebben nem vesz részt valamilyen módon, nyilvánvalóan ez az a hely a természetben, amit Niv mondta, hogy mi valóban természetes módon akarok, vagy lehet másoknak adakozni, és amikor mi folyamatosan ebben az állapotban vagyunk, akkor gondoskodnunk kell egymás korrigált állapotáról, mintha kaját várnak egymástól a barátok, és akkor egymást tudnak azt megadni. Tehát az önszeretet, ahogy amennyire ezt érzem, az valami, ami nekem túl kell kerülnem. Én azt gondolom, hogy az első alkalom, amiről Rav beszél, tehát világossá kell tennünk, hogy önszeretet az ott másokra irányú gyűlölettel lehetséges csak. Tehát, hogy valójában a válasz a kérdésre az nagyon logikus módon, hogy hogyan tudjuk mi egymást, egyáltalán magunkat szeretni, mert a magamra irányuló szeretet az nem lehet semmilyen értem adakozó, tehát amennyiben a szeretet felén fordul, az csak gyűlölet lehet a mások irányába. Az egyszerűen teljes mondat így. Rav. Honnan származik, hogy ez a kettő össze van kapcsolva? Hogyha én magamat szeretem, én gyűlölök másokat. Nagyon abban a mértékben. Telik, ha magamat szeretem, tehát miért van az, hogy amilyen mértékben magamat szeretem? Ugyanolyan mértékben jelenik meg a másokra a gyűlölet. Tehát az önszeretet... az csak arra irányulhat, hogy mást valakit kihasználjak. Tehát
אז מן הסתם אני פשוט הפוך מהמערכת, תת... הסובב שהוא... Én egyszerűen ellentétes vagyok, a rendszer ellentétes velem, tehát a gyűlölet, ugye a magamra érő szeretet nem engedi meg, hogy bármi más is beleférjen ebbe, ami kívül van rajtam. Ez a kapcsolatnak a rendszere, ami köztünk van. És ez az állapot, ami önmagában már egy természetes módon a gyűlöletnek az állapota, amilyen mértő magamat szeretem. Tehát nyilvánvalóan legyen az adás vagy kapás, az biztos, hogy az a tény önmagában, hogy van egy állapot, ami a köztünk lévő kapcsolatra kéne, hogy fókuszáljon. Mi nem is érezzük még ezt a rendszert, hogy mennyire vagyunk összekapcsolódva, mennyire függünk egymástól, és hogy mennyire befolyásol bennünket ez. Tehát minden, ami az önszeretet és a gyűlölet, az ellentétes minőség a felső erővel, a teremtővel. Mi azt láthatjuk a világunkban, hogy egy jó példa van arra, arra az állapotra, az összes tevékenység a világban, ahogy az működik, az csak az önszeretetre irányul, és hogy nekünk erőt kell szerezni ahhoz, hogy valóban képesek legyünk egy ilyen kiegyensúlyozott módon kitölteni önmagunkat, de ez csak általában csak mások számláját tudjuk megtenni, és ez az a gyűlölet, amikor gyűlölete fordulunk másokhoz, tehát nekünk ki kell lépni az önszeretetből. Nem nagyon vagyok én képes megérteni és elmagyarázni önmagamnak, hogy mi történik itt, tehát nekem csak egyetlen dolgot tudok figyelembe venni magamat, és nem is akarok valakinek gondot okozni, tehát nyilvánvalóan magamra fókuszálok, és valóban nektek kell érezni, hogy van valami, ami harmóniában veletek, és az csak én lehetek. Tehát ilyen módon a kapcsolat hiánya az, ami a gyűlölet valójában, hogy amikor elkezdjük azt érezni, hogy egy test vagyunk, és mégis nem tudunk úgy viselkedni, és ez nagyon fájdalmas lehet, ez az érzés, Rav. Az első állapotban mindannyian összeegyesülve voltunk a felső fénnyel. Tehát nyilvánvalóan az összetapadás felülről jön. Tehát aztán erőfeszítéseket tenünk a saját erőnkkel. Akarata ra, akarata sina, akarata hoszer. Akkor felfedezik a gonoszt, a gyűlöletet. Tehát a második állapotban tehát meg kell tapasztalnunk az elutasítást, és mit ad a harmadik állapot nekünk? Tehát mit jelent az, hogy akkor a bűn elvál, a bűn mindent egy tökéletes kapcsolatba visz? De mi az a harmadik állapot, ugye, amikor visszatérünk a teremtővel a kapcsolatba? Tehát mit ad a harmadik állapot? Tehát miért kell vágynunk erre? Tehát két erő között vagyunk. ובהודעה אינסופית, כי הצלחנו להתחקות אחרי המעשים של הבריאה ולהגיע למצב שכל המשך... תתוואלו קיפשי.
ומתוך זה שאנחנו עומדים באמצע ולא מפריעים ולא מזדהים, לא... Tehát nyilvánvalóan itt van a teljes terme. A homlokállapotban az órunk előtt van teljes egészében a teremtés terve. ובזה אנחנו נותנים לגילוי הזה של הכוח הזה את היכולת להשפיע נחת רוח. כי באמת מטרת הבריאה זה גילוי הבורא לנבריו. ובמצב א' זה מחזיק אותנו אבל ללא הכרה. Tehát nyilván a teremtés, a teremtőt feltárásában különbözik a természet számára. בעצם רוכשים בזה את מחשבת הבריאה, את הראש של הבורא, ומזה... Tehát nekünk meg kell szereznünk a teremtés gondolatát. יכירו את ההטבה שלו. Tehát gyakorlatilag a teremtőt szerezzük meg. Hogy ő jó. Ugye egy üres helyet teremtett arra, hogy őt föl tudjuk tárni, és a rendszer, ami megjelenik bennünk, ez az, ami teljes egészen a feje tetejére állítja a kölcsönös vágyat, hogy hogyan leszünk képesek föltárni a teremtőt egymás között. Tehát, hogy a tudatosság megjelennék, hogy megértsük, hogy az a vágy, amiből mi felépülünk, az valóban csak egyfajta módon érhető el. Tehát ez akkor fog megtörténni, ha mi valóban a saját vágyunk fölémelkedve kiépítünk valamit. Tehát én valóban az első állapotban egy felülőkapott összetapadáson vagyok. Valóban összetapadáson vagyok a felsővel, azonban ez a sores a gyökér állapotában vagyok, amiben nem, ami semmi nem származik tőlem, a felső gondviselőstől minden. És ez egy ilyen gyermeki állapot, amiben semmi nincs, ami magától jelent volna meg, tehát nekünk a teljes törésen keresztül kell mennünk, hogy pontosan a gyűlölet felett, az ellentétesség felett, hogy a gonosz hajlam felett, azáltal, hogy fölemelkedtünk mindennek, képesek legyünk erőfeszítéseket tenni, hogy túllépjünk a szeretet és a gyűlölet dolgain, tehát, hogy képesek legyünk valóban a teremtés gondolatába belefoglalni magunkat. És ez valóban megadja nekünk, valamit, ami csodálatos, amit a teremtő cselekedett, annak a felismerését. Tehát nekünk van egy belső életünk, a barátokkal, a családunkkal, a munkahelyünkkel, a barátainkkal. És a gyűlöletnek a megjelenő helyén felül, a kapcsolat hiányának helyén túl, van egy állapotunk, ahol egy természetes módon fölé tudunk mindennek emelkedni. את התיקון המושלם לדבר הזה, זאת אומרת, יש פה ממש שלמות בתוך המצב הזה. Tehát hogyan tudunk egy tökéletes korrekciót létrehozni ebből az állapotból? A sötétségből. Amikor az egyik a másik fölén próbál növekedni a két állapotom közül, és nekem mit kell megragadnom a közös kölcsönös kapcsolati helyet? Mit kell éreznem, hogy a gonosz hajlam fölé kell emelkednem. Ez a teremtőnek az érzése. Tehát amiről beszéltünk, hogy ez a fénynek az előnye a sötétséggel szemben, hogy ha nem érezünk valami rosszat az életünkben, nem érezzük a gonosznak azt a végtelen, hatalmas erejét, akkor nem tudjuk elfogadni azt, hogy mi boldogok is lehetünk. Meg kell ismernünk az okát a boldogságnak, ez pedig az, hogy mindenki van töltve fénnyel. Itt gondolom van, hogy az a hős, aki az ellenségeit a barátaival fordítja. Tehát minden a teremtővel ellentétes dolgot hogyan tudjuk megtenni, hogy ezeknek megváltozzon az iránya. Tehát minden negatív érzés felett. Tehát hogy kell ehhez a jelenséghez fordulnunk?
היחס צריך להיות יחס של כבוד והערכה, אבל לבד אתה יכול להגיד את מחרתיים שאתה מנפנה... אתה תחוי כאלה נקינג. אבל אם אין סביבה שכל הזמן מציבה אותך באווירה הזאת וביכולת באמת להתמודד עם הגילויים האלה... קפצ'ולטוש נגעתי. באמת לבד יש לך יחס שאתה רק מרשיע את הבורא ומקלל את כל ה... תחת הידול. אבל מה שמדהים שברגע ש... שיש את החברה, שיש את החברה, זה לא יודע, זה כמו לשים על זה שהיא... תראה, נקרא סוגשיינג בראטוקול של קודשיגרה. יש לך רצון לדבר. הוא נקרא תגיום כבר, תעשו מינדן, תעשו מינדן, יש לו מקפל מודו מביסויום כהד. עוד יותר חיבור. אקור הירט בראטוקול שאתן כרסטו מינדן מגוואטוסחות. יש פרפדסטיוק. Az egységet és mindent, hogy csak köztünk van értelme mindennek, hogy megjelenjen. Tehát az alapvető törvény, hogy nekünk a környezetére van szükségünk, hogy valóban összekapcsolódjunk. Tehát amire szükségünk van, ez egy környezet, amely valóban lehetőséget ad, hogy megcsókoljuk a botot, és egy olyan atmoszférát hozzon létre, hogy minden, ami körülöttünk van, az valóban előrefele vigyen bennünket. És minden emelkedésen, süllyedésen keresztül eljussunk egy olyan cselekedet és művelethez, hogy mi valóban különböző állapotban tudjunk cselekedni, és a pillanatnyi állapot fölé emelkedve a megvalósítás, a teljes összetapadás megvalósításán tudjunk dolgozni. Tehát két dolog van itt, mondja Jani, az első. Hogy láthassuk. Hogyha elérjük a gyűlöletnek az állapotát, akkor segítséget kapunk felülről. És ez valóban arra irányozza az embert, hogy eljusson a kéréshez, hogy eljusson egy olyan állapothoz, hogy merjen kérni, hogy magára tudja vonni a növekedésnek az erejét, mert ez egy óriási erejű dolog. A következő pedig, hogy amit a barátok is mondtak, hogyha ti egy támogató környezetben vagytok, amely folyamatosan egyre jobban megmutatja a cél fontosságát a számatokra, akkor a fény befolyásán keresztül a fény megmutatja nektek azokat az állapotokat, amelyek felett az elutasítás helyett valóban megláthatjuk a végső kiteljesedést, mert tehát a fény megmutatja, hogy minden segítség felülről érkezik. Tehát bennünk van, százszázalék gyűlölet van bennünk, és minden egyes alkalommal azt tárul fel a számunkra az előadásunk mértékének, hogy van képességünk és lehetőségünk túlemelkedni ezen. És ez az, ahogy nekünk feltárul folyamatosan ez, és a szeretet által, a korrekció helye által tudunk megfelelő módon irányulni, ahogy ezt a barátaink szokták mondani, hogyha nem tudunk önmagunk által előrehaladni, akkor semmit nem tudunk tenni. Tehát azonnal lezolnunk az önszeretetbe, ahogy mennyire nyomorultak vagyunk, és hogy a barátokkal a csoport támogatásával túl tudunk lépni ezen a helyen. Ez a folyamat, ami a korrekció folyamata. Tehát a barátok adják azt az erőt az ember számára, hogyha még rosszul érezzük magunkat, és nem is érezzük a szeretet egymás irányába, akkor is tudnunk kell, hogy meg kell, hogy értsük, hogy ez a munkának a lényege, és a végén a jutalom pedig az maga a kapcsolat, az Ein Sof világában való kiterjedés. Mondva van a cikkben, amit olvastunk, amit a barátok szeretővel kapcsolatban magyaráz Rabas, hogy három dolog kell nekünk.
אחרי זה להגיע ל... אתה תהיה קיים או בלעתו סרטית? אני באמת יכול לקיים את זה, האם אני יכול להשפיע לבורא? ואחר כך לאמונה, שזה כבר כלי די השפעה שמגלה את הדבקות. אהבה, עירה, אמונה. למה בסרט כזה דווקא סרטת אישית מגלים את עצמנו? תמיד איזה שורנד. למה אנחנו באים לצורה מתוקנת? תמיד מה נעשוי? תראה לך, עירה, אהבה, אמונה. זאת אומרת, אהבה, עירה, אמונה. מה מחייב אותנו כך להתקדם דווקא? תראה מי, זה מקוטלת בנינקט. ההכרחיות הזאת. בבקשה. De honnan származik mindez? Ze magi lanu mitokh ze shenachnu shkuim be'avad. Na chokot setam kiyedesht. Sinat azulat. Velachen ha'pu'la rishona shelanu ve'en lanu ve'ashnu astara ala bore. Tehát az első cselekedet, amivel szembesülünk, az az, hogy először gyakorlatban kell őt helyreállítanunk magunkban, és abban a mértékben, amire szeretem a teremtőt, így tudok eljutni oda, hogy magamra mondjam a házalan a jobb vonalat, és ilyen módon tudom felfedezni, hogy és nyilván aztán kell a hit, hogy képes legyek adakozni, nincs más választásom, mint az, hogy fölemelkedjek az értelmemnek, és megjön a hit. Mert különben nem tudom megtenni. Moshe? מתוך זה שמתאמצים לאהוב את החברים, מקבלים פתאום... Nekem meg kell próbálnom erőfeszítést tennem a barátok szeretete irányába, hogy megkapjam az igényt erre, a hiányt. ומפחדים לאבד את ה... את היכולת הזאת לאהוב את החברים, להשפיע... És nekem félnem kell, hogy elkövesztem a képességet a barátok szeretetre és az adakozásra. Tehát mindenek előtt nekünk a célra kell irányulnunk, és csak akkor lehetséges, hogyha a barátok szívére irányulok, ha valóban el akarok olvadni benne, fel akarok olvadni, és kizárólag csak erre tudok gondolni. Ez adja meg nekem a helyes irányt mindenek előtt, tehát nekem ezt fenn kell tartani, és ez az a mozgás, ami örömet kell, hogy okozzon nekem a teremtővel kapcsolatban az általános rendszerben. Tehát ezért ez a két dolog, hogy együtt vagyunk, ez az, ami végezetül elvisz bennünket a szeretet és a hit irányába, és az adakozás irányába, ez az, ami nekünk megadja a lehetőséget, hogy megváltoztassunk mindent a felső erő irányába. Van itt egy struktúra, ami nagyon logikus. Tehát nekünk korrigálnunk kell a törésünket és a viszonyunkat, és ezt a kapcsolattal kell elkezdeni. Tehát meg kell, először meg kell valósítanunk azt, hogy szeress felváltani önmagad, és ilyen módon kezd el a fény működni rajtunk, és ez stabilizálja az emberben a félelmet. És mi az oka annak, hogy ezt a kapcsolatot fönn kell tartani, ez nyilván szükséges. Tehát végezetül annak érdekében, hogy örömet tudjunk okozni a felsőnek, a teremtőnek, ebből a kapcsolatból kell megpróbálnunk kiépíteni egy edényt, ahol helyes módon kiérdemeljük a teremtő feltárulását, annak érdekében, hogy elérjük ezt a félelmet. És ebből a kapcsolatból kell elérnünk, hogy ez egyáltalán nem egyszerű, ezt a hatalmas dolgot innen kell elérni. És később pedig ez az a kapu, amin keresztül megkapjuk a hitnek a felső erejét, a hitnek a fényét, és ez egy nagyon logikus módon működhet, egy nagyon kellemes módon. Ez maga lesz az út, ami összetapadásra viszi az embert a teremtővel.
Így van, ez az út, ahogy azt tudjuk, ez valami nagyon keskeny, nagyon előremutató. Nem lehet tőle eltérni sem, mert az én eltérésem nyilvánvalóan abból fakadhat, אנחנו פועלים בכיוון האהבה. מגיעה ידע. נימן יהיה מודון, עוד סלט את איראניה בו קלמנדוק. מגיעה אמונה שמסדרת את שני הקצוות האלו. שנימן, זה עוד איש ילנטי, עוד az értelem feletti hitben kell lennem a céllal kapcsolatosan. Tehát nekem valóban éreznem kell. Tehát azon túlmenő, hogy én nekem éreznem kell a barátok szeretetét, amely מה שמחייב את הדרך הזאת זה הנקיות שנדרשת מאיתנו כדי להגיע לתכונת ההשפעה. אז להתאמן ב... כי העירה... מי מה אנחנו מכיר תסתיתני הזאת הקודשת אלה כיוון. אז זה אפילו להם עוד פייל עליהם. איזה נימא אתה להם תאונות צרושגת אבל פייל עליהם. Tehát ezért nekem egy olyan állapotba kell kerülnöm, ahol valóban mindenek előtt nekem egy állandó számításban kell lennem. Tehát nekem ki kell fejlesztenem az, a félelemnek a pontját. Tehát nekem a hitnek az ereje kell ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, ezt fogja kompenzálni mindezt. Ez mind a közösség által érhető el, az egész közösségnek ebben a játékban részt kell vennie, a barátok szeretében. Ilyen módon azt kell látnunk, hogy mindenkinek a saját viszonyában ki kell fejleszteni valamit, hogy nekem is ott kell lennem, és szeretnem kell, nekem szükségem van az ő szeretetükre, hogy feltáruljon. Én azonban amikül kell ezt megtennem, hogy hatalmam lenne hozzá, hogy megtegyem erőm. És ezért ki kell fejlesztenem az imát a barátokért, amely csak a hit erejével lehetséges, mert csak a hit létezik. Ezért a célnak világosnak kell lennie, folyamatosan a barátokra kell irányulnia. Tehát nekünk mindannyiunknak a hit erejét kell elérnünk. És a barátok szerette fölé kell emelkednünk, hogy az Úr házában beléphessünk, és ez egy kölcsönös cselekedet az, amivel a felső rendszernek megelégedettséget okozhatunk, és akkor együtt kell megtartanunk egymást, fölé emelkednünk minden másnak. Röviden mondja Janév. A felebaráti szeretet nélkül lehetetlen elérni a félelmet, a félelem nélkül pedig lehetetlen elérni a helyes kérést, és a helyes kérés nélkül pedig lehetetlen elérni a hitnek az erejét. Tehát alapvetően ez mind felülről van elrendezve a reformáló fény által, amely dolgozik rajtunk, és mi vagyunk azok, akiknek meg kell tartani alul. És akkor a fény az, amelyik az egész folyamatot fenntartja egészen addig, amíg el nem érik az összetapadást. ולהתקדם לדבקות. איך העירה עוזרת לי? מיירט פונט הפילם נקוזר יש אגיד עושה את הפונט, אז עושה את הבאשבון. בבקשה. זאת חוד שגיד הפילם, אז יש תן פילם, מידי אז... יראים שאנחנו לא נמצאים במקום הזה של... של דבקות, מתוך המקום הזה שאנחנו רואים שהאחרים נגיד כן. אז יש להם פיילם, או... שאנחנו רוצים, זה היצר שלנו, הטבעי שלנו.
אז תוך המקום הזה הוא... אתה יודע, תן לי את השחולמות ילד מג. המקום המתוקן לדבקות. ההיראה הזאת היא מזה שאנחנו לא נמצא... אתה יודע, תודם כל קוליגת היד, מקטולנו, זה את הפודש, לא? ההיראה זה מאוד... זה מצב חמקמק בין... או, פייל אליהם. לא אקבל משהו, לבין היראה ש... או, זה נוג'ון... מישהו. Érdekes hely, mert az, hogy segítünk, az, hogy félünk valamit. Tehát, hogyha eljutunk oda, hogy egymás között összekapcsolódunk, és nem attól félünk, hogy elveszítjük az állapotot, hanem az, hogy nem tudunk állandóan adakozni a teremtőnek. Ettől kell félnünk, és nem a szint elvesztésétől. És az önmagában már az összetapadásra irányuló dolog. Mert a félelem miatt mi a megfelelően tudjuk ezt a félelmet ugye guide-olni, irányítani. Igen, a félelem. Ez a... Itt mindig a különbségtől féltek össze. Tehát a félelem az embernek a velekísérője. Tehát nekünk érezni kell a belső lángolást, a problémát, hogyan lehet ezt mind prolongálni. Tehát hogyan tudjuk érezni azt, hogy hogyan fogja nekünk a félelem meghozni azt a fajta érzékelést, hogy képesek legyünk a fontosságot kifejezni, és hogyan lehetünk formaegyezésben egymással, tehát hogyan tudunk fokozatosan kilépni ebből. Mose, igen, a félelem az a másik oldala a dolognak, אז הוא נכלל עד כדי כך שהוא מפחד שחברה תאבד את ה... נימן, לא סיינת, היום מרתיבן, המי המרתיבן בלת דון קול, ועד נבין דמבר. ואז הוא מתחיל לדאוג על כלל... תתי המודון כאל נקנקו יובון על לני, יש מין דן. אז אגס כזושג נק, אז אין ולו מונקאי, אתו כזדי, כשאיג, השוקושג אימאיה, ואליק הבורתו כבלו... együttműködés. Az embernek abban a pillanatban, amikor megszületik egészen a haláláig, van egy természetes hajtóereje az előadásnak, ami képessé teszi azt, hogy képes legyen a többieknek a mások belső elfogadásának a mértékében előre haladni. Tehát ez a játék, amely folyamatosan azt mondja az embernek, hogy nem lehet föltárni az életet és a halált, tehát hogy az ember előre adjon, ehhez az kell, hogy a félelem és minden más, ami megjelenik, tehát a számítás az mindig az egységre irányul. Tehát nekem azért kell aggódnom, csak tiszta szívemmel, hogy a barátokkal mi történik. Tehát teljes egészében önátadásban legyek. És nekem mindig azért kell aggódnom, hogy kapcsolatban legyek. Hogyan tudom ezt mind fenntartani és megtartani? Tehát nekem le kell nulláznom magam, és hozzá kell tapadnom minden egyes pillanatban, amikor valóban adakozásban lehessünk, és ahogy azt amit is mondta, Rav, tehát mit jelent az, hogy együtt tudunk dolgozni? Tehát mit jelent az, hogy együtt dolgozunk? Mit jelent a félelem, hogy a Uda Kadma, ami az Zohar könyvének a bevezetőben megjelenik, mit jelent, hogy ez valóban a bejárat az összetapadáshoz? Tehát ez, amit mondott Rafa, hogy a mások, a körülöttünk lévő emberek szeretete, a félelem és a szeretet.
Tehát hogyan ad össze ez a három dolog valamit? Hát most nem tudom, mennyire különbözik ez a kérdés az előzőtől, magunk azt elmondva. הם פועלים יחד, הם מזינים אחד את השני, בעצם. יש פה איזה האזנה. איימשת. מאהבה ליראה. שעל פני... אתה עושה סרט, אפילו אתה יש לך סרט הזה, אז. ככה מאזנת את המקום הזה של שני הקצוות האלו, של אהבה ויראה. זה נראה כמו איזה... אתה לא אומר, אתה עושה לתת לי שאופיר, כי את אלנטית לנה. של ה... ami nyilván nem ilyen egyszerű. Tehát itt van egy folyamat az úton. Én nem tudok kezdet mit hozzáadni. De úgy tűnik nekem, hogy a barátok szeretete az a kezdeti állapot, nekem úgy tűnik, és ezen túl nincs is fűtési állapot, tehát a szeress fel a barátodat, az egyfajta kapcsolatot teremt, amelyen keresztül el tudunk kezdeni dolgozni, tehát nekünk nagyon sok állapotunk keresztül mennünk. És ahogy azt tudjuk, mi a cél nyilvánvalóan, az nem más, mint az, hogy ezt a vágyat valóban meg tudjuk fordítani, tehát hogy képes legyünk kitölteni összetapadásra és hittel a kapcsolatot. Alapvetően az egész munkánk az a hiszalomnak a hiánynak a kitöltése, amely majd kitölt minden, tehát ez az, ami az összetapasztó agyaga a teremtőnek, tehát hogy könnyen leszünk képesek ezt a kapcsolatot fenntartani a természet felett. קשור אליו בכלל, וזה אין יכולת לעשות. עוד ילד הטלנטו את סולגלני. זה הכוח של האמונה שבעצם מנתק את האדם סופית מהחשבונות לעצמו. זו היטנק אוס אריה. וגם בסופו של דבר הבורא עוזר לנו בכל זה, כי הוא כל הזמן מאפס אותנו מחדש במצבים חדשים. עוד ילד הטלנטו נקל שגיטני. זה אהבה בינינו. ומתוך ההתאמצות של כולנו באהבה יש פתאום יראה, אנחנו לא רוצים לאבד את המצב הזה, זה כמו אחרי... תתמיד נקי לקלפת יש קטן סלטת בהם. שיש לנו מפחדים מה יהיה... תתמיד לנו את הנאים כאילו יש קבצ'לות, עמי אהובה יקי יוטנום, תתמיד יתרם תו, אז... מקבלים באמת צורך אמיתי שלא ליפול, לא ליפול מתחת סף מסוים. תתמיד לנו מלואן. וזה החיסרון, זה החור הזה בקליפ. איזה פויט המינימום, עמי... ‫נק פנט כאל מורד ניאת, ‫האט רוב. ‫הוא יונטו דיוק מי קומבינלי ‫סטהרון פרמטר. ‫נגיד עירה. ‫אז הוא יונטו דיוק אס קומבינלי. ‫מה אני מתיירה? ‫לא פנטו דיוק אופיר האמת. ‫לא מספיק, לא במאה אחוז ‫שאני מסוגל משפיע עליה בורא, ‫או אני מפחד ש... יקפוץ עכשיו איזה רצון לקבל שלי ‫ואני בכלל יחשוב על קבלה עצמית ‫ולא על ההשפעה. שאני לא ידאג לך. תתו, יכול להיות אז, הוא מיר פיילינג כתו, צ'ק אונסלטת בבניון, כשאתם זהו קדקוזי, תתו, ולא יבן, מיתו, פיילינג כתו, הוא מונק קדקוזי, כשאתם משהו בנק, תת. או, האם אני צריך כל הזמן להיות... הוא יקר בזאת הקודה שם, הוא היו איראניו. שלא יתגלה לי פתאום הרצון כזה, שאני איפול לאהבה עצמית. עכשיו, איך... השני הענקיות הללו נגיד, רק שניים. תהת, הוא איזו... הארום דולוג. מאזן על ידי אהבה. אהבת הזולת. חודיון כפן תורתני, אין שוי תורתני כזאת... גם אהבת הזולת וגם עירה, נותנים לי כבר תוצאה שהיא נקראת אמונה. תתחיל. מושלח פרדה כפנות הרו, הוא היטט, הוא יעלת, יש לו את הסלטת תלי, és a félelemmel. Tehát beszéltek erről, hogy ez a három dolog hogy egyensúlyozza ki egymást. Köszönöm.
כן, עסקת בתורה, ציפית לישועה, סך הכל, כל העבודה שלה. התורה והפוגעתושייג, אז... שאלתי... אין לי מה לזמן מי אמודו למק, ואל תשעס קופצ'ודיק, רב. Én azt kérdezem, hogy mi az a félelem? Tehát, hogy nem adakozok. Tehát mikor félek, hogy nem adakozok teljes egészében a teremtőnek, ahogy kellene. És lehet, hogy ugyanez a félelem ugyanakkor minden egyes pillanatban megjelenik, hogy hogyan vagyok képes kilépni az önszeretetből. Ez két különböző irány, ugye? Tehát hogyan kell a saját félelmet megszerveznem úgy, hogy képesek először a szeretetet megszerezni, és ezek a dolgok, a félelem és a szeretet, hogyan épít ki egy edényt, amit a hitnek nevező? A hit ugye az adakozás. Csak azáltal, tehát nyilván az én ilyen félelmek a nagy része valóban egoista. Tehát, hogy nem tudok megfelelő módon adakozni a barátoknak. És a kapcsolat köztünk az abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy hogyan vagyok képes elérni valamit, és hogyan vagyok képes adakozni. Lehet, hogy ez a válaszom nem lesz túl szervezett. Tehát egy mondat ugrik fel bennem. Tehát, hogy hogyan tudunk mindent a király vágyához kapcsolódni. Tehát ez az elsődleges gondolat. És a cél, hogy ezt elérjük, tehát a félelem, hogy ezt nem érjük el. A legfontosabb dolog, hogy ne legyünk mindig... Tehát pontosan ez a király előírása, tehát hogy be tudjuk tartani, hogy mindig attól kell félnünk, hogy képesek vagyunk-e összekapcsolódni egymás olyan mértékben, hogy ezt a teremtő előírta nekünk. Én nem tudom ezt jobban kifejezni szavakkal, mondja a srác, folytassa a következő. Tehát, hogyha képes vagyok menedzselni azt, hogy mit vagyok felfogni, tehát ez a cél, ez az, ami alapvetően megadja a lehetőséget arra, hogy mi magunkra vonjuk a fényt, és ez az a hely, ahol hirtelen megvan az, hogy képes legyek adakozni. Mindenki megtalálja azt, hogy hogyan tudunk összekapcsolódni, és és az a hatalmas félelem, valóban hatalmas erőfeszítésekkel tudjunk kilépni önmagunkból, és úgy tűnjön a számomra, hogy ez a munka. Pontosan, tehát a barátok szeretete, ez egyfajta cselekedet. Tehát hogyan tudjuk feltárni a köztünk lévő kapcsolatot, és hogyan tudjuk elérni, hogy, hogy amikor örömet akarunk okozni a teremtőnek, nyilván akkor élvezni kell az eredményt, és nekünk pedig érezni kell, hogy
Mindkettőnek annak érdekében, hogy valóban eljussunk a félelemig, és az eredmény pedig a Dvekut legyen. Tehát az, hogy képes legyek a barátok felé adakozni, tehát, hogy valóban képesek legyünk, és hogy olyan tudunk a barátokról gondoskodni olyan módon, hogy egy... Tehát az embernek a belső hitét kell elérni, hogy valóban nekünk el kell jutnunk oda, hogy... hogy valóban képesek legyünk. Rav, tehát miért a szeretet az, amely teljességet adhat a félelem és a hit között? Tehát, hogy amikor átmentünk a törésen, קודם כל, להגיע למין אהבת הזולת, ואחר כך להפעיל עירה, ואחר כך להפעיל אמונה. ומגיעים... תהת. תהת, מי פה דסלת את עוד עניין שהוא יתפל משהית כזה? עירה ואמונה מגדילים... תהת, מי תהיה את עוז חוד אפיל להם שהית... אז מגנבלי עוד עדיין כתוי המרתק בן. במקום מצב א' במצב ג' דווקא עירה ואמונה. תת מי... תת ה... תת ההיט איש... הפיר אלם נוולי מגז עדיין מרתתת. אוקיי. חשבתי יש עוד איזה רמז קטן. העירה היא... אופי אליהם. יש לנו... עירה צומחת מתוך הכלים דקבלה. רב. כן, בשבירה. אופי אליהם. גם כן אמונה. היא יכולה להיות רק שיש לך כלים דקבלה ועירה. אז אתה מפתח. אז ההיט עדיניבל סער מזיק. שני התנאים האלו, עירה ואמונה, הם עוזרים לנו להגדיל. תתית כית פעתית אבנו אפילו משהו היט נובלי. זה במצב הערב. עושה לזה, תשע תלם תראי איזו לא קפצ'ו דעש הרעית. במצב הגימל. כן? קצת תדברו את זה. תתארו בסדר כשית. בינתיים אני אוסיף שתדברו על זה, כי רב באמת נתן את כל התשובה, אז יש לנו הזדמנות בזה לנצל את הסדנה לחיבור בינינו ולמשוך את המאור. את הקופצ'ו הזאת, את הווירשו הזאת שאולה כאל חוסנלונק. את החשיבות של הדבקות. תתניב המלואן, אי המודו נקינג נובלני כאל הפונטו שגות. Az összetapadásnak az erejét, tehát hogy érezzük, hogy mit kell tennünk, hogy nekünk kell egy edény. És nekünk félni kell attól, hogy ezt elveszítjük. Tehát mindenki elért ezt az állapotot. Tehát ezt akarjuk elérni, ez kell egy környezet, nyilvánvalóan ez kell valódi félelemmé konvertálni, tehát mi az edény, aki nem vagyunk képesek adakozni a teremtőnek. Tehát így kell a